Még mielőtt rátérnénk a könyvre, beszélgessünk egy picit arról, hogy ön szerint hogyan viszonyulnak az emberek a temetőkhöz, és magához, ahhoz a gondolathoz, hogy kijárjanak a temetőkbe. Hát sajnos egy negatív tendencia figyelhető meg. Régebben, még 15-20 évvel ezelőtt is hétvégeken tele volt a temető, és ápolták a sírokat. Én azt hiszem, hogy az utóbbi időben ez egy ilyen gazdasági tevékenység lett. Jó páran azzal foglalkoznak, hogy a sírokat rendbe tartják, úgyhogy a hozzátartozók azok csak hépe-hóba kimennek. Sőt, tudok olyan eseteket is, hogy most már nem is a hozzátartozók viszik ki a virágot, hanem akik gondozzák a sírokat, tehát egy vadidegen ember, aki pénzét csinálja, az viszi ki a virágokat. Vasárnap jártam a temetőbe, és láttam az egyik sírt, hogy friss virág van rajta, meg ismerős sír, olyan széles sávba el van gerebézve, hogy oda nem lehet belépni a sírra, hogy virágot tegyenek. Tehát ez azt jelenti, hogy az, aki gerebézte, tehát ez a valaki, hogy az van megbízva azzal, hogy virágot vigyen ki. Én azt hiszem, hogy annak is megvan a maga hangulata, misztériuma, hogy akár férjhöz, feleséghöz, nagymamához, testvérhöz kimenni az ember is, rendbe teszi a sírt, kivisz rá egy szál virágot, valahogy úgy tud az illetővel azonosulni. Viszont ez így teljesen elidegenedett, nem beszélve arról, hogy csak betont lát mindenfelé, meg tuját. Sohasem féltem a temetőktől, mert kiskoromban a nagymamám volt az, aki kézen fogott és kivitt. És valószínűleg ez az, ami manapság hiányzik, hogy a szülők, a nagyszülők kézen fogják a gyerekeket, és kimenjenek a temetőbe. Hát ez egy külön téma, hogy a gyerekek azok még végképp hiányoznak a temetőből, és most már egyre több Szabadkán is egyre többen vannak, ugye, akik elszármaztak innen, hogy azok a gyerekek jóformán azt se tudják, hogy hol vannak a nagyszülők eltemetve. Hogyha pedig rátérünk a könyvre, akkor ugye a szabadkai és a palicsi temetők szerepelnek benne. Mondja el nekünk pontosan, hogy melyik szabadkai temető is. Hát ennek a könyvnek az alapját Tóth Tamás 2010-ben kiadott könyv a szerbiai temetőkben nyugó jel és vagy nevezetes személyek adattára könyv szolgáltatta. Ezt frissítettük föl még 10-től errefelé újabb adatokkal, illetve annyiba különbözik, hogy fényképes dokumentáció van, meg vannak adva a koordináták, úgyhogy az alapján akár a mobiltelefon segítségével is megtalálhatók a nevezetes személyek sírjai. Itt valójában temetők vannak földolgozva, elsősorban a Bajai úti temető, a leggazdagabb az ugye az egyházi rész, de a városi részben is ott vannak ugye a Szabadka nevezetes személyei eltemetve, aztán a Zentai úti temető, a zsidó temető, meg a palicsi temető van földolgozva, Rókus temetőbe. Ezt nem mondtam, hogy ez elsősorban magyar vonatkozású, habár a Budánovics Lajos püspök úr is szerepel a könyvbe. Tehát magyar vonatkozású ilyen értelemben Rókus temető az kimaradt, meg a szerb temető, ott voltak jeles személyek, de felszámolták a sírjukat úgy, hogy az ismeretlen helyén nyugszanak. Tehát a temetőkön kívül még a nevezetes személyek, akik a Székesegyházban nyugszanak, az Arnold György zeneszerző, Budánovics Lajcsot említettem, és az Vekánovics Mátyás püspök úr van itt még említve, ezen kívül a Lázó Mamuzsik, a Szabadka leghosszabb ideig lévő polgármestere, az a Zombori úti föltámadás templomba van eltemetve, az ő adatai vannak földolgozva, illetve a fasizmus áldozatainak terén lévő emléksírboltban van eltemetve, majd ott már mint szerkesztő, tehát nem mint kommunistákat dolgoztuk föl, és Simokovics Rókus szintén szerkesztő. Természetesen a könyvben megtalálja az ember azokat a híres embereket, mint például Livka Sándor, Lányi Ernő, Szárit János is még sorolhatnánk, viszont vannak benne olyan emberek is, akikről már nem annyira sokat tudunk, de mégis a mi múltunkhoz kapcsolódnak.
Tóth Tamásnak az alapelképzelése az volt, hogy a közéleti személyek, elsősorban sportolók, művészek, egyetemi tanárok, azoknak az adatai gyűjtötte össze, és azok szerepelnek itt. Most itt nagyon sok színész van, akik nem tudom én, az 50-es, 60-as években voltak aktívak, vagy akkor hunytak el, akikről tényleg a közvélemény nem tud, vannak újságírók, akikről ma már nem tudunk, viszont abban az időben fontosak voltak Szabadka életében. A szabadkai temetőköz képest a Palicsi azért sokkal kisebb, viszont ott is vannak olyan emberek, akikről érdemes szót ejtenünk. Igen, a Palicsi temető az sokkal kisebb, viszont ott van eltemetve Magyar László levéltáros, ugye azt tudni, egy nagyon híres levéltárosunk volt, viszont azt nem tudom, hogy tudja a nagy közönség, hogy ő volt az, aki Bécsben megtalálta azt a dokumentumot, amit mi mai napig első dokumentumnak tekintünk, ahol Szabadka neve szerepel. Tehát Magyar László ott van, aztán Penavin Olga, aki az összmagyarság tekintetében is nagyon jelentős néprajzkutató volt, aztán a Baranyi házaspár, a művészek nagyon híresek voltak, Stadler házaspár, akik híres sakkozók voltak, aztán Gulyás József 14-ben elhunyt költő, tehát ők ott vannak ahhoz viszonyítva, hogy kicsi a temető, de ott is vannak jeles személyek, sőt. Minden szentek vagy halottak napján látogat ki családjával a temetőkbe, vagy esetleg már most az ünnepek előtt kint jártak? Nálunk van egy ilyen bejáródott forgatókönyv vagy beosztás, hogy minden szentek előtt, akkor az én őseim azok Kishegyesen vannak, a szüleimet leszámítva, úgyhogy Kishegyesen sok rokonom van, oda szoktunk menni, bátyám Adán van eltemetve, nagynéném, nagybátyám azok még Szent Tamáson, úgyhogy őket szoktuk meglátogatni még minden szentek előtt, a minden szentek az Szabadkáé, és akkor itt vagyunk a temetőbe, aztán halottak napján, akkor még általában én egyedül szoktam kimenni, és akkor azt úgy elmélkedik, imádkozik az ember, élvezi a sok virágot. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és azt, hogy itt volt velünk. Dr. Cékus Gézát hallották, biológust, kutatót, akivel a könyvéről, amelyet Tóth Tamás szegedi helytörténeti és temetőkutatóval együtt készítettek el, ez a Szabadkai és Palicsi temetőkben nyugvó jeles nevezetes személyek sírhelyei című kötetről beszélgettünk. Még egyszer nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm a lehetőséget.